Hétvégén első alkalommal rendeztek ejtőernyős speed versenyt városunkban. A szeles időjárás nem kedvezett a versenyzőknek, de ennek ellenére nagyon jó hangulatban tért a megmérettetés. A Speedstar verseny különlegessége az volt, hogy 4000 méteres magasságból végezték az ugrásokat a versenyzők. A hajdúszoboszlói repülőtér adott otthont az első déli bábkupának, ahol az ejtőernyős ugrás szerelmesei mérhették össze tudásukat. A háromnapos rendezvényen ötfős csapatok versenyeztek egymással, akik fogás nélkül hagyták el a repülőgépet. Ez egy formaugrásra alapuló versenyszám, rendszeresen sok versenyszáma van. Ez egy speed star verseny, ez azt jelenti, hogy a gyors kör, tehát a kiugrás után kell összerakni egy star alakzatot, ez egy kör, és utána vannak alakzatváltások. Azt az első alakzatot, a start, azt meg kell tartani 5 másodpercig, utána van még 3 pont alakzatváltás, és ki ahány pontot csinál a zuhanás során, az levonódik az első másodpercből, vagy első összeépített másodpercből. Tehát, ha mondjuk 15 másodperc alatt összeraktuk az első alakzatot, utána meg csináltunk 5 pontot, akkor 10 pont lesz az eredmény. Itt az a jobb, akinek kevesebb pontja lesz a végén. A hétvége folyamán hány résztvevője van ennek a versenynek? Hát, 6 csapat nevezett be, az 6x6, az 36 fő, azon kívül még biztos van itt 25-30 egyéb funjumper, aki csak saját szórakoztatására ugrik, meg nagyon sok tandemutas. Honnan érkeztek a versenyzők? Ez csak a régió, vagy országos? Ez országos. Tehát a Dunántúról és Pestről sokan, Tiszántúról, mindenhonnan. Mi a technikai feltétele, hogy részt vehessen valaki egy ilyen megmérettetésen? Hát ugye ejtőernyősnek kell lennie, vannak szakmai szabályok is, most azt talán nem mesélem el, hogy vannak ilyen nemzetközi minősítések, tehát ezen a verseny, ez A, B, C, D, meg még legelőször a tanuló, de minimum B kategóriával kell rendelkezni, hogy ezt a versenyszámot valaki végrehajtsa. Most itt állunk kint a repülőtérén, és elég nagy szél jött. Ez mennyire befolyásolja a verseny kimenetelét? Nagyon. Tehát ugye van az ejtőnek egy előreadási képessége, hogyha az meghaladja a szél, az ejtőn előreadási képességet, akkor tolatni fogunk, akkor nem tudunk ejtőnyözni. Ez egyébként ez 8-10 méter per szekundum, amiben még tudunk ejtőzni, képzett ugrók, a tanulóknak még kisebb a tűrőképessége, meg az ejtőnyőnek. Tervezik, hogy hagyományt létesítenek ebből a déli bábkupából? Mindenképpen szeretnénk, igen. Tehát van egy másik versenyünk is, az egy Amnéziakupa nevezetű verseny, az is lesz még ebben az évben, az egy páros formaugró verseny. De ebből a déli bábkupa ez az első, és akkor igen, ahogy a kérdésre válaszolja, hagyományt szeretnénk teremteni belőle. A Speedstar verseny különlegessége az volt, hogy a versenyzők 4000 méter magasságból kezdhették meg az ugrásokat. Azért jöttek el sokan, mert ez egy 4000 méteres repülőgép. Székesfehérvár mellett Burgundy repülőtérről jött ide hozzánk. Ez egy nagy macera ez a település, de minden körül neki. És a 4000 méter az különlegesnek számít, mert egyébként 3000 méterre mennek az általánosabb repülők. Tehát mindenki ismer az A2-es vagy a Cessnák, ők 3000 méterre mennek. Az az 1000 méter különbség, az 20 másodperc zuhant időt jelent nekünk. Tehát 4000 méterről 65 másodpercet tudunk zuhanni, 3000-ről meg 45-öt. Ez a versenyszám, ami ez a déli bábkupának, ez a Speedstar versenye, egy 50 másodperces munkaidő van, ez a kiugrástól indul a stopper, légi felvétel alapján fog a bíróság értékelni, tehát a kamerás szerves része a csapatnak, 5 fős a csapat, a 6. a kamerás, az első 50 másodperc a munkaidő, és a maradék 15 másodpercben még nyitni kell, eltávolodunk egymástól, hogy biztonságos távolságra legyünk a nyitásnál. A hétvége folyamán többen kilátogattak a hajdúszoboszlói repülőtérre, hogy szemrevételezzék a 4000 méterről ugró versenyzőket. A 3 nap alatt sokan eljátszottak azzal a gondolattal, hogy milyen érzés is lehet egy ilyen ugrást kipróbálni. Ha valakinek tetszik az ejtőernyős sport, akkor ugye ezt két módon tudja kipróbálni, vagy egy úgynevezett tandemugrással gyakorlatilag ilyen, mintha beülünk egy pilóta mellé és elviszik egy körre, illetve hogyha valaki ejtőernyős akar lenni, akkor vannak erre tanfolyamok, amik sokkal egyszerűbben mennek, mint ahogy az emberek alapvetően gondolják. Tehát gyakorlatilag, ha valaki ezt a mai napon kitalálja, hogy ő már pedig ejtőernyőzni akar, akkor a jövő hétvégén már végre is tudja hajtani az első ugrását. Ezek a tanfolyamok állnak egy megelőző elméletből természetesen, ez egy 2x4 órás kis fejtágítás, és utána megyünk föl és egyből. A most a modern tanfolyamoknál már 4000 méterről 1 perc szabad eséssel mennek egyből az ugrások, tehát egyből az első ugrásnál egy komoly önálló, saját ernyővel végrehajtott ugrással kezdődik. 9 ugrásban áll egy ilyen tanfolyam,
egy végzős ember, ez ilyen meglepő. Tehát olyan tudásúak a mostani emberek, mint mi annak idején, 26 éve ejtőernyőzők, 100 ugrással tudtuk azt a szintet hozni. Tehát gyakorlatilag kiáll a gépajtóba és kiszaltózik rajta, és tökéletesen kezeli az ernyőt, és le tud szállni. Az ejtőernyő, mint felszerelés, annak összehajtása hogyan történik? Ez egy nagy tévhit a világban, hogy hú, az ejtőernyő hajtogatás az valami magic, nem erről van szó. Ezt ugyanúgy az első ugróknak elkezdjük megtanítani, 3-4 hajtogatás után ezt az ember már meg tudja csinálni magának. Az ejtőernyő nem azért nyílik ki, mert így meg úgy van hajtogatva, a dolog nem sokkal bonyolultabb, mint egy, nem is tudom, most jó nagy szél van, egy nejlonzacskónak így megmutatom a száját a szélnek, akkor az fölfújja a szél. Az ejtőernyőt, ha fölfújja a szél, már pedig a szája lefelé néz és 200-al zuhanunk, akkor az ejtőernyő ki van nyílva. A tanulók a főernyőket megtanulják hajtogatni a tanfolyam végére egy-két hétvége alatt. A versenyszünetében Verebes Gábor oktatótól megtudhattuk, hogy milyen titkokat rejt egy ejtőernyő. Így néz ki alapvetően egy ejtőernyő, ebből vannak kisebbek, nagyobbak, tehát sokféle, alapvetően minden ejtőernyő ugyanígy néz ki, annyi, hogy egy tanulóernyő egy picit nagyobb. Egy ernyő minél nagyobb, annál lassabb, annál biztonságosabb. Ez egy pici versenyernyő, ez a sajátom, ez már egy viszonylag gyors darab. Alapvetően, amit tudni kell róla, hogy minden ejtőernyős felszerelésben két komplett ejtőernyő benne van. Tehát van benne egy főernyő itt alul, amit alapvetően használunk a mindennapokban, és körülbelül 1000 ugrásból egyszer ez a statisztika, elő kell kapnunk a nagy puskát, a tartalékernyőt, ami igazából vészhelyzetre van behajtogatva, de tényleg 26 év alatt 6-szor kellett elővennem, tehát ez egy teljesen elfogadható arány, azt gondolom. Az egész benne van egy tokban, ugye, ami ráerősíti az emberre. Ezek a modern ejtőernyők már nagyon egyszerűek, gyakorlatilag egy hátizsákról van szó, két karikával a lábának, illetve egy mellhevederrel, ami összeköti. És egy nagyon fontos dolog, amit sokan nem tudnak az ejtőernyős sportról, hogy a modern ejtőernyőzésben most már 15 éve mindenhol a világon kötelező egy úgynevezett biztosító készülék, ami be van szerelve az ejtőernyőbe. Ezt alapvetően nem illik használni, mert ez egy életmentő dolog, de a lényege az, hogy ez a kis szerkezet ez folyamatosan figyeli, hogy az ember milyen magasan van, méterpontos dologról beszélünk, és hogy milyen sebességgel megy a föld felé. És vannak ennek beállított értékei, ezzel most nem untatnálak. A lényeg az, hogy ha valaki alacsonyan, túl gyorsan megy a föld felé, vagyis kvázi bajban van, akkor ez kérdés nélkül kinyitja a tartalékernyőjét. Tehát jelen pillanatban ezt az ernyőt így, hogy be van kapcsolva a műszer, ez fontos, rárakom bármelyik nézőre itt, és hátra kötött kezekkel kilököm a repülőgépből, akkor egy ejtőernyővel fog leszállni. Tehát ezt nem tudja megoldani, hogy ez ne így legyen. Az ejtőernyőt nem tudja használni, az egy dolog, de az kupola ki fog nyílni a feje fölött és lejön. Az a dolog, amitől az emberek alapvetően félnek az ejtőernyőzés, hogy jaj, az ejtőernyős az lezuhan, ez a modern ejtőernyőzésben ez a típusú probléma már nem létezik egyszerűen, teljesen kiírtuk a sportból. Nem mi vagyunk szupermenek, hanem olyan a technikánk, ami ezt teljesen megakadályozza. A speed verseny közben Dolhai Zoltán ejtőernyős ruhafejlesztőtől azt is megtudhattuk, hogy mire kell figyelni az ejtőernyős ruha kiválasztásánál amatőr és profi szinten egyaránt. Szerencsére az ejtőernyőzésben több stílus is van, mindegyiknek speciális ruha igénye van. Gyakorlatilag bármibe ki lehetne ugrani, de ahhoz, hogy azt a stílust eredményesebben tud űzni, és a versenyben jobb legyen, egy ehhez kifejlesztett ruha nagyon sokat tud segíteni. Itt ez a verseny, ez egy gyakorlatilag egy formaugró verseny, amihez formaugró ruha kell, amin speciális kapaszkodók vannak, hogy jobban össze tudjunk kapaszkodni a levegőbe, könnyebben, a lábán kormányfelületek vannak, amivel gyorsabban tudunk reagálni a különböző történésekre, mozdulatokra, és hát amatőrök meg profik között ruházatban igazából nincs különbség ebben a stílusban, mindenkinek körülbelül hasonló ruhát kell célszerű viselnie, és gyakorlatilag pontokat is számíthat, hogyha nem ehhez mért, tehát a szűk ruha helyett bőruhát használ az ember, ezekkel pontokkal rövidülhet meg a csapat, vagy a nem megfelelő ruhaválasztásnál, mint a búvároknál a súlyozás, ugyanúgy a zuhanási sebességben differenciák lehetnek. Tehát ennyiből lényeges az, hogy megfelelő ejtőernyős ruhát válaszol a sportoló, mielőtt elindul egy ilyen versenyen.